A Pócsmegyeri Református templomban gyűltek össze a település zenekedvelő lakosai a nyári zenés esték sorozat első alkalmán. Az est során Sipkai Debóra hárfa, Embei Isztin Zsófia fuvola és Kökényesi Zoltán brácsa játékában gyönyörködhetett a közönség. A Nemzeti Filharmonikusok zenekar tagjaiból álló kamaraegyüttes nem először zenélt együtt ebben a felállásban. A koncert előtt Kovács Tamás, a település református lelkipásztora a 16. Zsoltár válogatott verseivel köszöntötte a megjelenteket. Elsőként Charles Guido Ave Maria című művét hallhatta a közönség. Másodikként a 19. századi romantika korának legjelentősebb hegedű virtuózától Niccolò Paganinitől szólaltatták meg Cantabile névre hallgató alkotását, majd François-Joseph Gösszek Tamburin című művét játszották el a művészek. Ezután Georges Bizet intermezzóját adták elő a Carmen című operából, majd Claude Debussy triószonátája következett. Kökényesi Zoltán a mű keletkezésével kapcsolatban elmondta, hogy a zeneszerző élete végén betegségtől szenvedve az első világháború borzalmai közepette írta ezt a kissé befele forduló kamarazenét. Franz Schubert hattyúdal ciklusának egy darabja következett, mely után Frédéric Chopin perckeringőjét adták elő a művészek. Kökényesi Zoltán megosztotta a közönséggel a mű megalkotásának történetét. Chopin párizsi lakásának teraszán egy kutya összegabajodott egy gomolyaggal. A zeneszerző akkori élettársa, Georges Sand azt mondta Chopinnek, hogy ha ő olyan tehetséges lenne, mint Chopin, akkor könnyedén írna egy keringőt erről az esetről. A zeneszerző ezen felbuzdulva megkomponálta perckeringőjét. Chopin műve után Gabriel Fauré altatóját játszották el a művészek. A francia zeneszerző Dolly Switjének ezen darabját egy kislány első születésnapjának alkalmából írta. Az előadás záró akkordjaként egy 20. századi orosz hegedűművész David Rubinov szerzeményét adták elő.